Rövid időn belül csődbe mehetnek a főváros legnépszerűbb bevásárló utcái, erre figyelmeztet az érintett vállalkozások érdekképviselete. Úgy vélik, az üzletek többségének a járvány végére le kell húznia a rolót, mivel az alkalmazottaik nettó bérét sem tudják fizetni a nullához közelítő forgalom miatt. Hasonló helyzetbe kerülhetnek az éttermek és szállodák is. A Szállodaszövetség elnöke szerint a vendéglátóhelyek többsége most a túlélésre rendezkedett be. Szokatlan a csend a belvárosban, a Rádai utca vasárnap délben szinte üres. Éppen emiatt aggódik a Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft., amely több budapesti utca vállalkozásainak érdekképviseletét is ellátja. A cég szerint a járvány végére a legtöbb kereskedőnek le kell húznia a rolót. Itt a máskor mindig nyüzsgő Váci utcában most alig néhány emberrel találkoztunk, turisták pedig egyáltalán nincsenek. Az éttermek és üzletek szinte kivétel nélkül zárva vannak. Az érdekképviselet tapasztalatai szerint a kormány által hozott segítő intézkedések nem mentik meg a vállalkozásokat, mivel a legtöbben az alkalmazottak nettó bérét sem tudják kifizetni. Hát a turisztikai szezon... Korábban a miniszterelnök is arról beszélt, arra számíthatunk, hogy Magyarországon csak június-júliusra jut túl csúcspontján a járvány. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a vendéglátóhelyek és szállodák többsége most a túlélésre rendezkedett be. Egész biztos, hogy nagyon sokan nem fognak tudni újra nyitni, és hát az is biztos, hogy az újranyitáshoz messze nem is lesz szükség ennyi vendéglátóhelyre meg szállodára. Nagyon számítunk arra, hogy a kormányzat fog tudni segíteni az újranyitásban is, hiszen jelen pillanatban ez nagyon kitett ágazat, és hát hosszú ideig kitett ágazat lesz majd a gazdaság helyreállása után is. Élelmiszerboltba, patikába, drogériába a kijárási korlátozás alatt is el lehet menni vásárolni, így a piacok is nyitva lehetnek. Sőt, az agrárminiszter arra kérte a települések vezetőit, hogy nyissák újra az esetleg a járvány miatt már korábban bezárt piacokat is. Vannak azonban, akik visszaélnek a helyzettel. Sajtóhírek szerint a csepeli piac előtt 650 forintért árulják az egyszerű papírmaszkokat, mióta a piacra csak ezeket viselve lehet belépni. Az elmúlt napokban rengetegen mentek ki a normafához. Mivel az egyéni szabadidő sporttevékenység és a háziállatok sétáltatása is megengedett, olyan sokan látogattak el ide, hogy a park Facebook oldalán kérte a lakosságtól, amíg a veszélyhelyzet tart, inkább a budai hegyek más, kevésbé forgalmas részeit keressék fel. A park is azt üzeni a lakosságnak, ebben a helyzetben biztonságosabb inkább otthon maradni.